Sziasztok! Én Mikuska Judit vagyok, a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ magyar tanára. A harmadikos középiskolásoknak fogom tartani ezt a mai órát. Mesei motivumok Csád Géza Vöröseszti és Oscar Wilde A csalogány és a rózsa című novelláiban lesz a témánk. És alcímként már láthatjátok, hogy a novella megújulása van föltüntetve. Tehát azt fogjuk most megvizsgálni, hogy hogyan változik a novella, a klasszikus értelemben vett novella itt a századfordulón Csád szövegében például. A novella jelentése újdonság, a reneszánszhoz kapcsolódik a születése, Boccaccio neve biztos mindenkinek eszébe jut, amikor a novelláról beszélünk. Egy olyan kisepikai műfaj, amely tömör előadásmódú történet, nem törekszik csak a valóság ábrázolására, kevés szereplős, az idő és a tér általában szűkre szabott, és szerkezete behatárolt, egyenes vonalú, és egyetlen olyan sorsdöntő esemény van benne, amely aztán meghatározza a történetet, és általában csattanóval zárul. Tehát, hogyha röviden szeretnék fogalmazni, akkor ezek azok a fontos dolgok, amiket a novelláról tudni illik. És mivel a mesei motívumokról lesz szó, ez itt egy kicsit nézzük át, hogy mi is a mese, és hogy mit fontos áttekintenünk a mese kapcsán. A mese egy nagyon ősi prózai műfaj. Itt, ha a népmesére gondolunk, akkor mindenkinek eszébe juthat az, hogy ugye ez már az ősidőktől kezdve egy létező és aktív műfaj. A mondani valója a mesének mindig valamilyen általános, örökérvényű igazság, és nagyon fontos az, hogy nem csak szórakoztat, hanem valamire tanít is. Tehát bizonyos magatartásformákat mutat be, és különböző problémákra, problémás helyzetekre ad megoldást ez a mese. Izgalmas kalandokban bővelkedik, különböző akadályok teszik fordulatossá és érdekessé a mesét. A mesei motivumok szintén mindenkinek a tudatában vannak, hiszen gyerekként valószínűleg rengeteg mesét olvastatok és hallgattatok, és nem újdonság, hogyha a mesei szereplőkről, mesei fordulatokról beszélünk, ha számokat emlegetek például, akkor mindenkinek bevillan például a 3-as, a 7-es, a 12-es szám, a különleges segítő lények, a csodás szereplők, beszélő állatok, növények. Hát ezek mind fontosak a mese kapcsán. A motivumok gyakran ezzel a 3-as számmal vannak kapcsolatban, és 3-szor jelentkeznek. Fokozatosság vehető észre a mese kapcsán, tehát az egymás után jelentkező akadályok mindig nehezebbek, mindig kicsit többet kell szenvednie vagy küzdenie a főhősnek azért, hogy megszerezze a célját, vagy elérje azt a boldogságot, amit keres. És hát a mesénél még az is fontos, hogy ugye vannak ismétlődő részek, állandó fordulatok, szókapcsolatok, ha csak a mese kezdetére gondolunk, de egyébként is vannak a mesében olyan mondatok, szófordulatok, amelyek ismétlődnek, és ezzel adnak egy ritmust a szövegnek. És akkor most az elsőként a Csalogány és a rózsa című novellából fogok egy részletet felolvasni. Ez egészen hasonlít a klasszikus meséhez, a klasszikus mese fölépítéséhez. Az ismétlődéseket, magukat, a szereplőket figyelhetjük meg ebből a szempontból. Például lesz itt egy jóságos segítő kis állat, mint ahogy a mesében megszokhattuk. Hallgassátok meg ezt a részletet, és aztán beszélünk róla egy kicsit tovább. Oscar Wilde, A csalogány és a rózsa. Azt ígérte, táncol velem, ha piros rózsát viszek neki, kiáltott fel a diák, csak hogy az én kertemben nincs egyetlen szál piros rózsa. Hallotta ezt a csalogány fészkében, az örökzöld tölgy mélyén, kinézett a levéréseken át,
és elcsodálkozott. Nincs a kertemben egyetlen szál piros rózsa, kiáltotta a fiú, és szép szeme megtelt könnyel. Milyen apróságokon múlik is a boldogság. Olvastam mindent, amit a bölcsek írtak, ismerem a tudományok titkait, mégis tönkre megy az életem egyetlen szál piros rózsa miatt. Végre egy hűséges szerető, mondta a csalogány. Róla énekeltem minden éjszaka, bár nem ismertem, róla meséltem minden éjszaka a csillagoknak, és most itt áll előttem. Haja sötét, mint a bimbózó játszint, ajka piros, mint a vágy rózsája, de a szenvedély olyan halványá tette az orcáját, mint a sápadt elefántcsont, és a szomorúság rányomta bélyegét a homlokára. A herceg báltat holnap éjszaka, suttogta a diák, és az én szerelmem ott lesz a társaságban. Ha viszek neki egy szál piros rózsát, a karomban tarthatom, és ő majd ráhajtja a fejét a vállamra, és a kezét a kezembe zárom. De nincs piros rózsa a kertemben, így hát magamban fogok ülni, és ő majd elsuhan mellettem, rám se pillant, és a szívem meghasad belé. A leghűségesebb szerető kétségtelenül, mondta a csalogány. Amiről én énekelek, azt ő végig szenvedi. Ami nekem öröm, neki gyötrelem. Bizony, csodálatos a szerelem. Értékesebb a smaragdnál, drágább a drága opálnál. Gyöngyön és gránátalmán meg nem vásárolható, nem is árulják a vásártereken. Nem kapható a kereskedőknél, nem is lehet lemérni aranymérlegen. A zenészek fennülnek majd a karzaton, mondta a diák, játszanak a húros hangszereken, és az én szerelmem táncolni fog a hárfák és a hegedűk hangjára. Táncolni fog olyan lebegőn, hogy a lába nem is érinti majd a földet, és a tarkaruhás udvaroncok tolonganak körülötte. De velem nem táncol, mert nem viszek neki piros rózsát. És leborult a fűre, és kezébe temette arcát, és sírt. Miért sír? Kérdezte a zöld kis gyíkocska, míg farkával egyensúlyozva elsúrant mellette. Vajon miért? Suttogták szomszédjainak lágyan halkan a százszor szép. Egy szál piros rózsáért sír, mondta a csalogány. Egy szál piros rózsáért, kiáltották. Milyen nevetséges. És a gyíkocska annyira cinikus volt, hogy hangosan fel is nevetett. De a csalogány átérezte a diák szomorúságának titkát, és némán üldögélt a tölgyfán, és a szerelem misztériumán gondolkozott. Aztán egyre csak széttárta barna szárnyait, és a levegőbe emelkedett. Mint az árnyék suhant át a ligeten, mint az árnyék lebegett a kert fölött. A gyönyörű rózsafa állt a pázsit közepén, amikor megpillantotta, leereszkedett hozzá, és megült az egyik ágán. Adj egy szál piros rózsát, szólította meg, és én eléneklem érte a legszebb dalt, amit csak tudok. De a rózsafa megrázta a fejét. Az én rózsáim fehérek, felelte. Fehérek, mint a tengertajtéka, fehérebbek, mint a hegycsúcsokon a hó. De menj a bátyámhoz, aki a vénnapúrát fonja körül. Ő talán megadja neked, amit kívánsz. Így a csalogány átrepült ahhoz a rózsafához, amelyik a vénnapúrát fonja körül. Adj egy szál piros rózsát, szólt hozzá, és én eléneklem érte a legszebb dalt, amit csak tudok. De a rózsafa megrázta a fejét. Az én rózsáim sárgák, felelte, sárgák, mint a hablány haja, aki a borostyán trónuson ül, és sárgábbak a réten virágzó nárciszoknál, mielőtt levágja őket az arató sarlója. De menj a bátyámhoz, aki ott hajt a diák ablaka alatt, ő talán megadja, amit kívánsz. Így a csalogány odarepült ahhoz a rózsafához, amely a diák ablaka alatt nőtt. Adj egy szál piros rózsát, szólt hozzá, és én eléneklem érte a legszebb dalt, amit csak tudok. De a rózsafa megrázta a fejét. Az én rózsáim pirosak, felelte, pirosak, mint a galamblába, és pirosabbak a nagy korallegyezőknél, amelyek az óceán üregeiben lengedeznek. De a tél megdermesztette nedveimet, a fagy elpusztította bimbóimat, és a vihar letördelte ágaimat. Nem lesznek rózsáim ebben az egész esztendőben. Csupán egyetlen szál piros rózsát szeretnék, kiáltotta a csalogány, egyetlen szál piros rózsát. Hát nincs mód rá, hogy megkaphassam? Van egy módja, felelte a fa, de az olyan rettenetes, hogy el sem merem mondani. Mondd csak, szólt a csalogány, nem félek. Ha piros rózsát szeretnél, mondta a fa,
magadnak kell elővarázsolnod énekeddel a holdfényben, és önnön szíved vérével kell majd megfestened. A melledet tövisnek szegezve kell énekelned, teljes éjszaka így kell énekelned, és a tövisnek át kell szúrnia a szívedet, és eleven vérednek át kell ömleni az énereimbe, és véremmé válnia. A halál nagy ár egy piros rózsáért, kiáltotta a csalogány, és az élet mindenkinek drága kincs. Olyan jó elüldögélni a zöld fűben, és figyelni a napot az aranyszekéren, és a holdat a gyöngyös kocsiján. Édes a galagonya illata, édes a völgyben rejtőző harangvirág, és a dombokon nyíló hangafű. De a szerelem többet ér, mint az élet, és mi egy madár szíve az emberi szívhez képest. Ezzel széttárta barna szárnyait, és a levegőbe emelkedett. Mint az árnyék suhant el a kert fölött, és mint az árnyék lebegett végig a ligeten. A diák még mindig ott feküdt a fűben, és szép szemében még fel sem száradtak a könnyek. Légy boldog, kiáltotta a csalogány, légy boldog, megkapod a piros rózsát. Eddig tart a részletünk. Itt folytatódik még a történet, amit most nem fogok elmesélni, de úgy gondolom, hogy egyértelműen kiderült, hogy itt a csalogány lesz az, aki a jóságos segítő, és ő fogja a főhőst segíteni. Tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, lehet, hogy nem is a diák lesz az igazi főhősünk, hanem a csalogány ebben a mesében. Tehát, amit mondtam, akkor a jóságos segítő ez a csalogányunk, aztán voltak állandósult szófordulatok, állandósult mondatok, amikor a rózsát kérte, hogy adjon neki egy szál piros rózsát, ugye kérte először a fehéret, aztán a sárgát, aztán a pirosat, ezek is ilyen klasszikus mesei fordulatok, motivumok, és ugye ez a hármas szám itt is előfordult. És akkor, hogy egy kicsit összekapcsoljuk a két szöveget, akkor arról szeretnék beszélni, hogy a magyar irodalomban a novella különböző változatai a polgárosodás idején váltak népszerűvé, amikor az újságok, a folyóiratok, a periodikák elterjedtek, tehát ekkor kapott nagyobb létjogosultságot a novella, mint olyan. És a századforduló magyar irodalmában, tehát abban a korszakban, amikor Csát is alkotott, akkor nagy divatja volt a felnőttek számára szóló meséknek, vagy meseszerű elbeszéléseknek, és itt például Oscar Wilde, Anatole France, Hoffmann történetei nagyon népszerűek voltak, a fénykorokat élték ebben a korban. Ami érdekes még, hogy nem csak a felnőttek számára ért mesék voltak a népszerűek, nem csak ezek jöttek divatba, hanem gyakran a novellákat is egy mese hangulat szövi át. És ez lesz jellemző a következő szövegünkre. Csát Géza a Vörös Eszti című novellájára is. Ebből szintén csak egy kis részletet fogok felolvasni. Csát Géza a Vörös Eszti. Ezt a gyönyörű képeskönyvet Andersen bácsi írta, és csak jó gyermekek olvashatják. Éppen ebben különbözik a többi könyvtől, amelyeket a Jézuska még csintalan gyermekeknek is visz, ha nem éppen rosszak. Andersen bácsi könyvét azonban csak is jó gyerekek kapják, és ha valami rosszat tesznek, el kell venni tőlük a könyvet, és mindaddig nem szabad visszaadni, míg meg nem javulnak. Úgy vigyázz rá. Mikor apa ezeket nekem mondta, karácsony este 6 éves voltam. Komolyan beszélt, de anélkül, hogy homlokát összeráncolta volna. És a szemeimbe nézett, én pedig megsimogattam az arcát, délután ott volt a borbély, és azt gondoltam, hogy milyen furcsa, ha valakinek az apja ennyire fiatal. Apáik kártyáztak, és nagyapáik is átjöttek. Aranykrajcárokkal volt tele terkahúgomnak a marka, és öcsém Gudi 6 narancsot evett meg, és 3 házat épített az új játékkövekből, míg én a szobámban a nagy kanapén olvastam Andersen bácsi könyvét. Még csak le nem feküdtünk. Akkor pedig a fejem alá tettem. Itt kezdődött az ismerettségem Andersen bácsival. Azután minden este a fejem alatt volt a könyv, és nem aludtam el nélküle.
Összesen 3-4-szer vette el tőlem a könyvet apa, de éjjelre mindannyiszor visszakaptam, mert nélküle el nem aludtam. Most is tudom, mik voltak az esetek. Egyszer, amikor a tyúkol tetején másztam, s a tető beszakadt. Másodszor, amikor nem akartam enni paradicsomlevest. Harmadszor, amikor a kert összes rózsáit levágtam, és mindannyit öcsém dajkájának, a vöröshajú Esztinek az ágyába szórtam. Ekkor a nagyapa kívánta, hogy meglakoljak, mert a rózsákat ő szokta levágni. És én jó előre tudtam, hogy kikapok, de az Eszti olyan gyönyörű volt. Nem hordott ropogós, keményítő szagú szoknyákat, mint a szakácsnő és a szobalány, hanem puhára vasalta a ruháit. És olyan gyönyörűen nevetett. Neki is nagyon tetszettek Andersen bácsi meséi, és szívesen hallgatta, ha felolvastam neki. Legjobban szerette a Hókirálynő meséjét. Ezt sokat olvastuk. A piros cipők történetét nem szerette. Észrevettem, hogy ennek más oka is lehetett, mint hogy Eszti úgy érezte, hogy a szép Katerina, akinek hiúságáért olyan irtózatosan kellett bűnhődnie, nagyon hasonlít ő hozzá. Emiatt aztán nem is zaklattam többi a piros cipők történetével, ezt a mesét egyedül olvasgattam. S valahányszor elolvastam, úgy tetszett, mintha a szép, hiú Katerina tulajdonképpen Eszti lenne. És amikor a mesében az következik, hogy a hóhér levágja a szép Katerina lábait, s a leány piros cipői tovább táncolnak, akkor behunytam a szemem, és mintha láttam volna a lábakat, Eszti lábait, amelyek mezítelenek voltak, és a piros cipőkben vérezve táncoltak az erdő felé. Csupán emiatt olvastam el sokszor ezt a mesét. Másszor meg a rettenthetetlen ólomkataráról álmodtam, azt hiszem azért, mert a könyv akkor is a vánkosom alatt volt. A kis táncosnő az álmomban Eszti volt, és én az ólomkatona. A mese vége az, hogy az ólomkatona és a kis táncosnő elégnek a kályhában. Másnap, mikor a szolgáló kikotorja a hamut, a katona helyett egy kis ólomszívet talált, és a kis táncosnőből pedig csak egy kis plé fejcsillag maradt, az is korom feketére égve. Itt elkezdtem zokogni álmomban, Eszti keltett föl. És akkor eddig tart most a részletünk. Egészen más a hangulata ennek a szövegnek, ennek a novellának, mint a Csalogány és Rózsának, és egészen máshogy jelenik meg benne a mese. Ez a szöveg Csátnak az első kötetében jelent még meg, és egy egyetemista novella főhőse van, aki gyerekkorában szerelmes lesz a nevelőnőbe, majd egyetemista korában találkozik vele újra, ez a szerelem újra föl fog ébredni. A történet körülbelül ennyi. A novellát áthatja az Andersen mesék világa. Szövegszerűen is megjelenik Andersen, a történetek, a mesék is megjelennek címszerűen is, és mesélnek róla, és valahol ez a gyermeki álomvilág, a gyermeki mesevilág, amelyet a szereplő él az egyetemista korszakában is, ez áthatja ezt a szöveget. A két novelláról én ennyit szerettem volna most elmondani nektek. Én azt javaslom mindenkinek, hogy olvass el a teljes szövegeket is, és remélem, hogy felfedeztek benne több olyan részletet, több olyan motivumot, amire most nem tudtam kitérni. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!